Sziasztok, én Horváth András vagyok, és itt van velem Váradi Ádám, egy régi ismerősöm, ő is még XMS-be vásároltál régen, és még sokkal fiatalabb voltál. És azért szeretnék vele beszélgetni, és nektek bemutatni őt és a drónját, mert hogy hát ilyen cuccokat nem minden nap láthattok, illetve hát nem mindennapi helyszíneken, meg forgatásokon dolgoztál. Úgyhogy először is meséljünk egy picit erről a drónról, ez egy picit komolyabb, mint az én Mavic Air-em, de hogy ez is egy DJI termék, és Inspire 2? Pontosan, ő az Inspire 2-es drón, ugye ő a profi profiknak szánt drónja. Aha. A DJI-nak. A fő különbség a többi DJI drónhoz képest, hogy ő két emberre van kitalálva, tehát van egy operatőr és van egy pilóta, aki vezeti repülés közben, ugye itt sokkal szabadabban, sokkal pontosabban lehet képet alkotni. Ugye természetesen a kamerája az sokkal komolyabb, mint a Phantomoknak, vagy a Mavic-eknek, mint például, ami neked is van. Gondolom, 4K, meg minden, meg nagy dinamika, meg cserélhető objektív, tehát ez egy elég durva cucc, tehát majdnem DSLR gép van rajta, nem? Tehát majdnem. Olyannyira DSLR, hogy ez egy mikro 4/3-os kamera. Aha. Rajta, ami ráadásul nem is 4K-t, mert hát az már kifutóban van, az már semmire se jó, ő most már 5,2K-ba tud rögzíteni, illetve az egyel komolyabb kamerája az most már 6K-ig. Aha. Fel tud menni. Ugyanúgy cserélhető optikásak, tehát ugye ez az a kategória, ami már éjszakai felvételre teljesen jó. Igen, most épp a naplementét várjuk, hogy forgathassunk a Model X-re, mert hogy az Ádám mondta, hogy hát ennek mindegy, tehát akár sötétben is felvehetjük a vágóképeket. És egyébként úgy néz ki, mint egy alien, tehát hogy brutál, nekem azt tetszik nagyon, hogy hát egyrészt az egész ilyen brutális, de hogy a pofája, amikor így, hát már vettünk fel egyébként annyit állók, hogy autózgattam, és így jött velem szembe egy rohadt nagy drón, amikor így vezettem az autót, és így átlóba elrepült föltem, és tényleg olyan volt, mint hogy ilyen megtestesült, ilyen real life alien jönne velem szembe, meg elég gyorsan tud menni, tehát azt néztem, hogy így követett ilyen 60-70-nél is. 60-70%-al is tud ugye önerőből menni. Egyébként még a dizájnra visszatérve a DJI-osok azt mondták, hogy nekik a sárkány koponya volt, amire emlékeztette őket. Főként a korábbi verzió ugye az fehér volt, nem. Aha. Ilyen ezüst színű. És kicsit így benne volt, hogy kicsit skifis legyen, kicsit úgy vad, kicsit hát úgy, mint ezek a kis Teslák. Elmondom őszintén, nekem csak azért kéne, én ezt nem merném reptetni így a mostani tudásom, hogy én azt hiszem 50 órát repültem eddig drónnal életem során. Majd itt talán egy picit kívül, átveszem, megmutatom azért vasat hozzá. Tehát azért így ez a vas. Ez itt az antenna rész, ez a távirányító, és hát így rengeteg gomb van rajta, meg külön kijelző, tehát nem a Mavic Air kategória, meg nem is Mavic Pro kategória. De pontosan ugyanúgy kell vezetni, tehát ez a jó benne. Aha. Ugyanúgy van két joystickod, és ennyi. A többi gombot meg nem nyomtatod. Csak az a baj, hogyha összetöröm, mennyibe is kerül? Olyan 3-3,5 millió forint körülbelül. Ugyanúgy, mint az autót. Mégis csak a drón töröm össze, tehát az aksi megúszza, ez megúszza, akkor csak 1 millió, nem? Ha jó esetben, hogyha a kamera megúszza, és úgy esel le, hogy az aksit ne szúrja át semmi, és ne gyulladjon ki, akkor elképzelhető. Történt már össze ilyet forgatásra, nem? Össze még nem. Olyan volt, hogy egy kicsit megstúcoltunk egy-egy fát, vagy ilyesmit. Főként, amikor a lovak ugye nem túl engedelmes állatok, néha nyomnak egy hokiféket mondjuk forgatáson, azok úgy kellemesek tudnak lenni. Pont a Kincsembe volt egy ilyen. Kincsembe is forgattatok? Igen, és ott ráadásul a nagyobbik drónnal, és fák között mentünk szűk helyen, és a ló egyszer csak úgy gondolta, hogy akkor most inkább megáll. Mi meg ugye döngettünk szépen kopterrel mögötte, de szerencsére minden gond nélkül megálltunk. Szóval ilyen hollywoodi, tehát nem csak a Kincsembe, nekem az is hollywoodi, mert én iPhone-nal videózok, tehát a Kincsemet az meg nyilván kicsit komolyabb technikával veszik, de hogy a jól emlékszem, akkor a Blade Runner-be is dolgoztatok? Igen, ugye a Blade Runner 2049-ben. Aha. Voltunk. Ugye és ezt itt Magyarországon? Igen, a Origo Film Stúdióba Újpest környékén forgatták, és ott a roncstelepes jelenetet csináltuk. Ahol például a rakétákkal lőtöztek. Igen, tehát ott mi voltunk a rakétának a POV-ja. Aha. Illetve ugye amit a hölgyikének a szemben. Ja igen, hogy ment a rakéta oda, és akkor azt a drónnal vettétek föl. Igen, és ugye nekünk. Aha. Is az kellett, hogy ugye nagy rész digitálisan van megoldva a zoomolás, de mi is azt csináltuk, hogy drónnal így úráltunk föl le. Aha. Ami azért egy 25 kilós nagy kopternél, tehát nem ennél. Tehát van egy ennél is nagyobb kopter, és akkor azzal volt. Tehát ő rányaiban, tehát ő 3,5 kiló. A nagy az olyan 23-25, amikor repül. Hát azzal lehet rászolgatnak végén. Nem találunk el. Hát mondjuk, hogyha még sose törtél drónt, akkor ennek nagy esélye van, de mennyit repültél te már? Mert van az app, a DJI app, és hogy az rekordolja az összes. És egy büszkét mondtam, hogy én már 50 órát repültem, és hogy fú, milyen jó vagyok, és akkor így megmutattad, mennyi is volt. Azt hiszem olyan 700 óra körül tartok, olyan 8000 kilométer. 4000... 8000 kilométert repültél? Igen. Csak még egyszer, tehát hogy így
ezt így kicsit emészgessük ezt a számot, tehát hogy az emberünk itt mellettem 8000 kilométert repült drónokkal. Nyilván nem egyszerre, de hogy így nem, összességében. Ez 3 év alatt. Tehát ebbe, és ebben nincsen benne a nagy drón. Aha. Tehát ebben csak az Inspire, kis Spark. És akkor hogy megy így? Reggel fölkelsz, kijössz, futás helyett repülsz egyet a drónnal, egy-két órát, visszamész, feltöltöd, meg így repülsz. Nem, ez csak a forgatás. Tehát ugye itt ebben gyakorlások meg ilyenek nincsenek. Itt már nincs is igazából gyakorlás. Milyen filmeket csináltatok még? Volt valami komolyabb, ami Nat Geo? Menjünk sorba, menjünk akkor a magyarok irányába, tehát először is volt a kincsem. Várj, hogyha nagyon hosszú, akkor ne is sorolj, akkor csak a jókat mond. IMDb-n azt hiszem olyan 30 valahány bejegyzés. 30? Körülbelül. Ugye a drónosok abból a szempontból különlegesnek számítanak, a lehető legszerényebb értelemben, hogy mi ugye a projektek között ugrálunk, tehát nem az van, hogy mi végig tolunk egy filmet, hanem ebbe vagyunk 5 napot, ebbe vagyunk 10 napot, 20 napot, és akkor így mi így egyszerre több filmbe is dolgozunk. De itt a Magyarországon például volt a Kincsem, a Viszkis film, Antal Nimroddal. Azt még nem láttam. Érdemes. Jó lett. Mondták, hogy jó film lett. Gondolom, ilyen autós izé, valami üldözéseknél. Az is volt benne Bankrablásnál is, amikor üldözték a Viszkist. Az is jól sikerült. És mindet azzal a nagy kopterrel veszitek? Ott egy napot voltunk, azt hiszem, az Inspire-re. De egyébként ott mindegyik a nagy volt. Szóval az én kis Teslás videómhoz elhozzátok ezt a kis csumpit, ahelyett, hogy hoznátok az ütős, mi ez? Oktokopter? Vagy? Oktokopter, igen. Tehát sok propellere van, hát 8. 8, 4 karon és 8 rotorja van. Na igen, és akkor volt a víz is. Jupiter holdja, lesz most nem sokára a Újmészáros Károlynak az X című filmje, abban például 10-valahány napot voltunk, és irgalmatlan mennyiségű drónos felvétel lesz benne. És ugye vannak a nemzetköziek, tehát a The Last Kingdom, Marco Polo, Tyrant, Marco Polo, Jamestown, most van például a Hanna című film. Star Wars? Ott még nem voltunk sajnos, de szerencsére lesz még egy pár, úgyhogy hát összejön. Hány éves vagy most állam? 25. 25 éves és már ennyi hollywoodi produkció. Én meg iPhone-nal gyártom YouTube-ra a videókat. De a forgatásokra ott egy operatőrrel szoktam kiárkálni, ő tévézett nagyon sokáig, és most így filmes világba becsöppentünk. De és akkor itt már nagyon komoly dolgok vannak, nem? Tehát, hogy nektek konkrétan megmondják, le van rajzolva, vagy milyen frémeket szeretnének, milyen megvilágítással, milyen jó mondjuk flat profil, meg minden gondolom. Próba, nagyon komoly instrukciókat, de nem az van, hogy ott fölrepülünk, mint most így a Tesla, menjünk erre, menjünk arra, vagy valami lesz belőle, hanem ott azért így van storyboard, meg minden, tehát azért ez kemény lehet. Igen, de a vicces az, hogy mi gyakorlatilag sosem látunk ilyeneket. Olyan, de van valami rendezőtök, aki így beszél, persze, hogy erre mennyire, arra mennyire, ez kell. Általában a felvétel előtt, néha egy kicsit korábban, de általában a felvétel előtt úgy közvetlenül fél órával megmondják, hogy mit szeretnének látni, és nekünk konkrétan megmondják, hogy ilyen kezdőképpel ez legyen a végképe, és közben ezt lássuk. És hogyha ezt megcsináljuk, akkor azt mondjuk, hogy jó, szuper, szépen. Ennyi. És akkor ugye a moziban nagyon-nagyon más látsz, és így fura, vagy pedig ilyen tök jó érzés, vagy nézed, még mit kihoztak belőle, hogy fú, mennyivel jobban néz ki, vagy kb. Ezt így tudod előre. Ezeknek a kombináció, tehát sokszor van az, hogy várom tehát tudom, hogy mi lesz a jelenet, tudom például a roncstelepes jelenet a Blade Runnernél, tudom, hogy itt van, és akkor itt leszünk valamikor, és akkor meglátom, és akkor egy jó érzéssel tölt el. Most például a Havasinak csináltunk 3-4 éve körülbelül, sőt, talán 5 éve a Tavaszi Szél klipjéhez légi felvételeket, és pont most voltam a koncertjén decemberben, és akkor láttam, hogy ott van az én felvételem, amit 5 éve a drónozás legelején csináltunk, nem is drónnal, hanem helikopterrel. És ott ment a nagy színpadon élő zenekarral, meg minden. Ez jó érzés lehet. Az nagyon jó volt. És akkor ez a terv, hogy ezt csinálod most folyamatosan? Igen, tehát nekem ez a fő. Kérdeztem, hogy mennyire mondjuk reklámot, és akkor mondtad, hogy hát nagyon nem kell, mert hogy így be vagy táblázva, meg hogy ilyen pici dolgokat már el se válasz, mert hogy hát egyébként nyilván nem ezzel a technikával én se vállalnék, mert hogy azért kopnak ezek is nyilván, meg amortizálódnak, meg költeni kell rá. Hát figyelj, nagyon durván nyomjátok, és nagyon-nagyon köszönöm, és ti pedig nézzétek meg a Model X-es videónkat, amiben egyébként Ádám és a tesója segítettek, és hát mondhatjuk, hogy kis Hollywoodot kapott csempésztünk a Model X videómban, hát és akkor én meg fölvettem iPhone-nal, amint kellett, mert sok időm nem volt, de remélem, hogy azért így tetszetős lett. Hát Ádám, nagyon szépen köszönöm, és most azt nézem, hogy lassan elérjük a naplementét, úgyhogy felvehetjük a vágóképeket, és akkor kipróbálom egy picit az Inspire 2-t, kb. Egy 2 percig. De végül is te is kipróbáltad a Model X-et, és ez azért drágább, úgyhogy, és nem törted össze. Igen, még. Igen. Nyomtad neki, mint állod. Egyébként jó?
Nagyon. Tehát ez az az autó, amit így elvinnék, tehát így kérdés nélkül. Köszönöm szépen! Köszi!